Hogyha az ember lecsendesedik, elkezdi a szívét használni, talán meg tudja érezni, hogy melyik az igaz út számára, és melyik csak egy újabb megvezetés, mert sajnos ilyen sok van a mai világban. Coach legyen vagy pszichológus? Ez tehát mai adásunk fő témája. A nővéremmel, Kolcsonai Júlia, life és párkapcsolati coachsal rengeteget beszélgettünk arról, sőt, rengeteget vitatkoztunk arról, hogy milyen helyzetben melyik szakember nyújthat segítséget. Hiszen a 21. században egyre többen fordulnak valamilyen segítőhöz, hogyha elakadást tapasztalnak az életükben, akár szakmai, akár lelki értelemben. És ahogy az igény, a szakemberek száma is rohamosan növekszik. Egyre többen választják a gyorsabban, könnyebben elvégezhető képzést a több éven át tartó egyetem helyett. De vajon helyettesíthető-e egy pszichológus egy coachsal? Egyáltalán milyen helyzetben melyik segítőt válasszam? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai műsorunkban dr. Kalamár Hajnalka klinikai szakpszichológussal és Kolcsonai Júlia life és párkapcsolati coachsal. Tartsanak velünk! Köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok! Szia. Mielőtt belemennénk részletesebben az előbb említett témában, úgy gondolom nem árt tisztázni a fogalmakat, illetve hogy melyik szakember milyen helyzetben nyújthat segítséget. Hogyha magam részéről, mint pszichológus próbálom megfogalmazni, keretezni ezt az egész kérdést, akkor nagyon fontos, hogy a pszichológus is amúgy, ugyanúgy, mint a coach, egy megállapodás, hívhatjuk ezt szerződésnek, egy megállapodás alapján dolgozik. Ebben a megállapodásban benne van az, hogy egy közös munkára szerződünk, és hogy benne van az időtartam, egy találkozásnak az időtartama, benne van a gyakorisága, viszont a pszichológus a sokkal jobban koncentrál a múltra, sokkal jobban koncentrál arra, hogy egy jelenlegi viselkedési anomáliának vajon milyen gyökerei vannak, vajon honnan származik. És gyakorlatilag a pszichológiának az eszközeivel próbálja ezt az egészet kibogozni, feltárni egy nagyon szoros együttműködésben. És talán az egésznek a jellegéből adódik az is, hogy ez a közös munka nem mindig kellemes, nem mindig szeretjük egymást, hiszen azok a történetek, amik a felszínre kerülnek, adott esetben azok a traumák, azok gyakran fájdalmasak, gyakran dühítőek, és pont ezekkel kell majd szembenézni a munka során. Ezért előre nem definiálható az, hogy egy pszichológussal való munka az milyen időtartamot vesz majd igénybe. Abszolút egyetértek Hajnalkával. Még azt hozzátenném, hogy ugye a coach nem oldhat traumákat, ugye múltba nem tekintünk vissza. Pont ezért én azt mondanám, hogy kevesebb százalékban tudom úgy segíteni, mint egy pszichológus, vagy mint egy családállító, vagy olyan, aki a múlttal foglalkozik. Ugyanis, hogyha mondjuk párkapcsolati problémával érkeznek, és egy life coach az mindig a jelent vizsgálja meg a jövőt, hogy merre felé tudunk haladni. Viszont ha az egyik félnél mondjuk van egy olyan gyermekkori trauma, ami az egész párkapcsolatra rányomja a bélyegét, és ezzel nincsen foglalkozva, akkor azt mondanám, hogy a felszínt fogjuk kapargatni csak, és nem biztos, hogy olyan hatásosan tudunk haladni. Viszont, hogyha kicsit félrecsúsztak csak a dolgok, most ez lehet, hogy nagyon egyszerűen hangzik, de mégis nagyon sokszor van ilyen probléma, hogy mondjuk megszoktuk a másikat, hogy ott van, nem figyelünk már úgy rá, nincs meg a reggeli ölelés, a megszokott rutin, és lehet csak pont ennyi kell, hogy felidézzük azt, hogy jó, milyen volt a párkapcsolatunk a legelején, mi az, ami félrecsúszhatott, és esetleg egy jó kérdéssel pont meg tudjuk találni azt az utat, ami arra szolgál, hogy ez a párkapcsolat az újból egy jól működő párkapcsolat legyen. Viszont azt hozzáteszem, én családállító is vagyok, meg asztrológus, és pont gyakran találkozom olyan emberekkel, akiknél muszáj visszamenni a múltba. Majd meglátjuk, mennyire beszélgetünk a családállításról, mert ugye most már egyre jobban úgymond ez is hát divatba jön. És a tudomány is most már elkezdte elfogadni, hogy transzgeneráción keresztül milyen traumákat tudunk tovább örökíteni az utódainknak, és ez is szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy az sem mindig elég, hogy csak a mostani életünket nézzük, mert lehet, hogy esetleg valamelyik felmenőnél van az adott trauma. Nagyon-nagyon sok témát érintettél, amiben most bele tudtunk volna menni. Szóval, ha jól értem, akkor a pszichológus az, aki a mélyebb lelki problémákkal foglalkozik, a coach meg egy adott gondot megold, aki elmegy hozzá és fölkeresi, és megoldanak egy bizonyos
határidőn belül egy problémát. Én is azt úgy gondolom, hogy ez a szakembernek a felelőssége, hogy felismerje, hogy tud ezzel foglalkozni, és úgymond meg tudják oldani 5-6 alkalomból, mert ugye, amit említett Hanalka, ez általában 3-5-8 ülés által nagyjából beszokott zárulni egy ilyen coach segítség. És igen, ez szerintem hatalmas felelősség mind a pszichológusnál, mind a coachnál, vagy bármilyen segítő embernél, hogy rássuk magunkat reálisan, hogy mi mit tudunk adni az adott embernek, aki jön hozzánk, és fel tudjuk mérni azt, hogy ez még az én körömben tartozik, és meg tudom oldani, vagy esetleg átküldöm egy pszichológushoz. Miért lehet az, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre többen fordulnak a coachokhoz, és hagyják hátra a pszichológusokat, és azt mondják, hogy nekem a coach is bőven elég. Lehet, hogy ez a sztereotípia köré épül, ami még mindig itt van, hogy csak az megy pszichológushoz, aki bolond? Én azért azt tapasztalom, hogy ez egyre kevésbé élő sztereotípia. Ezelőtt egy 10 évvel ez még erős volt. Most már nem annyira. Tehát pszichológushoz menni, vannak olyan társadalmi rétegek, ahol trendi, mert hogy ugyanúgy, ahogy van egy fogorvosom, úgy van egy pszichológusom is. Van, ahol még mindig ijesztő. Én azt gondolom, hogy érdemes megnézni, és hangsúlyozom azt, amit a Júlia is mondott, hogy azért vannak átfedéseink. Hadd mondjak egy példát, ha már a párkapcsolatot említetted, hogy egy konkrét párra gondolok, akik eljöttek hozzám, és hogy gyakorlatilag az első 2 konzultáción, mert én ezt még konzultációnak neveztem, számomra kiderült, hogy a hölgynek van egy olyan gyerekkori szexuális traumája, ami az egésznek az egyik oka lehet, valószínűleg több is volt, de az egyik oka lehet, és akkor én azt gondoltam, hogy ezt terápia nélkül nem lehet egy coachnak se. Én azt javasoltam, hogy gondolják át, hogyha úgy gondolják, hogy megpróbálnak egy coachsal dolgozni néhány alkalommal, és érnek el eredményt, akkor ám legyen, de úgy vélem, hogy mögöttesen szükségvel van a hölgynek egy hosszabb terápiára. Tehát ez az együttműködés az azt jelenti, hogy fölismerni egymás korlátait. Valóban van egy ilyen, hogy hát egy coachsal, hát hogy nem olyan félelmetes találkozni, mert hát a pszichológus ki tudja, miben nyúl bele, nem? És hogy akkor föltár valami olyat, amivel én nem is akarok szembenézni, ami történt 1 éves koromban, vagy miért kéne nekem tudni, hogy a dédanyámmal mi volt, tehát hogy így, és ezek ilyen homályos, sötét sarkok, és hát amikor otthon is elkezdünk takarítani, nem? Akkor kisöpörni a sarkokat, és a pókokat esetleg, amik ott vannak, akkor az ember megriad, úristen, ez volt az ágyam mögött, miközben én édesdeden aludtam, és hát ilyen az élet. Akkor mondhatjuk, hogy az emberek sokan félnek a pszichológusoktól, és ezért választják inkább a coachokat, mert úgy vannak vele, hogy hát itt tettem valamit magamért, de mégsem ástam annyira mélyre, hogy engem az fölzaklasson. Én nem úgy gondolom, hogy nem a pszichológustól félnek, hanem tudatalatt a fájdalomtól félnek, ami ezzel jár, hogyha nagyon érdekes amúgy, hogy hogyan működik az emberi elme, hogy mennyi mindenről nem tudunk, ami történt velünk már a tudatalattiban, és mennyire kicsi ez a százalék, amiben tudatosak vagyunk az életünkre. És bele se gondolunk abba, ha már így felmerült, hogy ki megy pszichológushoz, meg miért a pszichológus választják, meg kinek kell esetleg pszichológus, vagy bármilyen segítő, hogy én is úgy gondolom, hogy szerencsére egyre több ember mer segítséget kérni. És idézve téged, azért nem csak a bolondok, mert szerintem nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki azt tudja magáról mondani, hogy én jól vagyok. Az életem minden területen rendben van, meg vagyok magam elégedve, megvan az önszeretet, az önbizalom, az önértékelésem rendben van, a munkám jól megy, a párkapcsolatom jól megy, és sokan nem is gondolnak bele, hogy úgymond csomó olyan elakadásuk van, amit sokkal gyorsabban meg lehet oldani egy segítséggel. Mert lehet, hogy valami 10 évbe telik, még te megdolgozod, és lehet észre sem veszed, hogy lépésről lépésre egyre előrébb haladsz, mondjuk a érzelmi rendszered egyre befogadóbb, és most már párkapcsolatban egyre nyitottabbá merek válni, mert mondjuk volt egy arra szülői mintám, hogy én teljesen zárkózott vagyok, és nem merek beengedni senkit. És lehet, hogy mondjuk 50 évesen lesz majd egy boldog párkapcsolatod, de lehet, hogyha elmész, nem tudom, 20 évesen egy pszichológushoz, egy coachhoz, vagy bárkihez, akkor már lehet 25 évesen ott tudsz lenni, hogy befogadó vagyok egy férfire, vagy egy nőre. És azért nem mindegy, hogy mondjuk 25 évesen jutok el oda, hogy akkor párkapcsolat, család, vagy 50 évesen ülök ott, hogy ezt így is lehet. Úgyhogy
Szerintem ez egy nagyon érdekes téma, csak erről megint nagyon sokat tudnék beszélni, úgyhogy nem akarok mélyebben belemenni, hogy valójában mi emberek hogyan is működünk. Hadd fűzzem hozzá, ugye a pszichológiában gyakran használjuk ezt a jéghegy hasonlatot, vagy a tudatos, mert említetted, a tudatos viselkedés az a jéghegynek a csúcsa, pár százalék, és ami alatta van, az a tudat alatti. És én leginkább úgy tudom ezt önmagam és mások számára is szemléltetni, hogy eddig azt gondoltuk, hogy a megszületésünk pillanatától, a fogantatásunk pillanatától, de hát most már a genetikai kóddal több generáció óta a tudatalattiba be vannak tárazva automatizált programok. Ezeket én szívesen hívom robotprogramoknak, mert ez így könnyebben érthető. Néhány példát esetleg? Hogyne, megtanuljuk, akkor most vegyük csak a születés utáni, bizonyos dolgokat megtanulunk a szocializációban. Hogy a tűz az forró, tehát nem nyúlok bele. Később, ha közlekedek, a lámpa piros, nem lépek le, kamaszkorig aztán lelépek. Tehát, de hát vannak régebbi közeledési, kötődési automatizált programok is. És hogy ezek a programok azért robotprogramok, mert hogy mintha benyomnánk magunkon egy gombot, lefutnak. Na most ezeknek a programoknak a nagy része nagyon hasznos. Nem kell folyton dönteni, nem kell folyton gondolkodni, hanem úgy ez történik és kész. Viszont van néhány program, ami szabotál, és ezek okozzák ezeket az elakadásokat. Milyen ilyen szabotáló programok lehetnek? Csak hogy néhány példát említsünk. Mondanád rögtön, mondjad akkor. De nyugodtan. Hát például tipikus elakadások, amik az ismétlődő mintázatok az életünkben. Amikor valahogy már megint ugyanaz történt. Hát velem miért történik mindig ez? Miért történik mindig ez? Tehát nem történik, én csinálom. Megismétlek egy úgynevezett máladaptív, tehát az alkalmazkodásomat, viselkedésemet akadályozó programot. Például nem nyitok akkor, amikor nyitni kéne. Elmenekülök egy feladathelyzetből. El akarok kerülni egy kudarcot, pedig csak ki kéne lépni. Tehát ilyenekre gondolok. És akkor, ha megnézem a szokásaimat, például egy coach segítségével, konkrétan listázom, akkor ott van az a mintázat, ami szabotál. És akkor úgy gondolom, egy coach tud segíteni ennek a feloldásába, de lehet, hogy ez mélyebb, és ebben az esetben meg a mintázat sokkal összetettebb, adott esetben visszanyúlik olyan szerepmintázatokra, amik több generációsak, és akkor mindenképpen szükség van a pszichológusra. Térjünk át a képzésekre. Ugye hát a pszichológiai egyetem az több mint 5 év, ugye az alappszichológiai diploma az 5 év legalább, még a coach képzés az maximum 1-2 évet vehet igénybe. Nem fogja ezt rossz irányba úgymond megreformálni, hogy egyre többen mennek el coachnak, hiszen sokkal könnyebben és gyorsabban szerezhetnek ilyen papírt. És nem tartja fönt ez azt a problémát, hogy egyre több lesz az olyan ember, aki nem ért ehhez igazán, hanem csak megszerzett egy papírt akár egy hétvégi kurzus alatt. Kíváncsi vagyok a te véleményedre, mert coach is tud lenni valaki lenni egy hétvége alatt. Péntektől vasárnapig, és akkor ő kap egy papírt, hogy coach, nem? Igen, én ezt kicsit más irányból közelíteném meg. Nagyon nehéz általánosítani, mert nem lehet. Ugyanúgy van nagyon-nagyon jó pszichológus, és sajnos nagyon-nagyon rossz pszichológus, mint nagyon-nagyon jó coach, és nagyon-nagyon rossz coach. Vagy nagyon-nagyon jó coach, és rossz coach. Én inkább az emberre bontanám le, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó szakember legyen. Mert nyilván most, ha valaki csak úgy eldönti, hogy jó, én most coach veszek, mert most nem tudom, jól lehet vele keresni, mert a business coach-sal nagyon jól lehet keresni, hogyha valaki elvégzés, akkor igaz, még nincs egy bizniszem se, meg épp, hogy a hónap végén kijövök a adott vizumból, de én holnaptól business coach vagyok, és óráért 50 kötőjel 100 ezeret milyen jó el tudok kérni. Szóval szerintem így nem lehet. Viszont, hogyha valaki már régebb óta érzi magában azt, hogy ő embereknek szeretne segíteni, viszont például nekem egy pszichológiai egyetem, nekem nagyon sok pszichológus ismerősöm van. Én amikor eldöntöttem, hogy szeretnék emberekkel foglalkozni, az elején nem tudtam, hogy inkább állatokkal vagy emberekkel, a végén emberekkel kezdtem el. Akkor én elmentem egy csomó pszichológushoz, mert meg akartam nézni, hogy ők mit csinálnak, hogy tényleg ezt szeretném-e. És én rengetegbe csalódtam, mert semmit nem tudtak adni. És egy pszichológust találtam, aki kicsit mert más lenni, mint a másik. Mit jelent az, hogy más? Úgy tudnám megfogalmazni, hogy ő érzett engem.
Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyen az ember, most hívjuk tehetségnek, amikor rá tudsz a másik emberre valóban hangolódni a te szűrőjeid nélkül. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert nyilván minden emberbe futnak a tudatalatti programok. De ha leülveled szemben az embert, te tudsz egy tiszta felület lenni. Nem érződik rajtad az, hogy nem tudom, reggel összevesztél a férjeddel, nem érződik az rajtad, hogy épp a gyermeked fogzásban van, hanem beülsz abba a székbe, és teljesen átszellemülsz, és te ott egy segítő vagy, nincs benned előítélet, nincs benned különböző egós önkép, amit rá akarsz vetíteni a másikra, hanem csak a segítségnyújtás és a szív, ami benne van ebben az egészben. Tehát mondhatjuk azt, hogy a tehetség felülírja a papírt? Én nem ezt mondom, hogy felülírja a papírt, mindkettő kell hozzá, mert valami tudás nyilván szükséges ehhez, meg amit elmondtunk, mi a különbség a coach meg a pszichológus között, ha valaki tudja, mi az, hogy coach, akkor tudja, hogy mire számíthat. Egy coach meg adja azt, amit ő tud. Viszont hozzám nagyon sok olyan ember érkezett, aki úgy jött, hogy csalódott a pszichológusba. Én nem voltam ott, nem tudom, mit csináltak vele, és valami újat keresett. Volt olyan is, és most lehet kicsit mély vízbe nyúlok ezzel a témával, ha már itt a tudatalatti programokról beszéltünk, egy anyuka keresett fel ajánlás útján, családállításra szerette volna hozni a 17 éves kislányát. Mert már így belementünk, bocsánat, a családállításba pár mondatban, összefoglalnád, hogy mi az a családállítás? A családállítás az egy olyan, van egyéni, de én főleg csoportos módszerrel dolgozom, ami a transzgenerációnál hozott traumákat oldja fel. Szóval Bert Hellinger volt az, aki úgymond ezt a technikát felfedezte, mert ő így fogalmazza meg, hogy ez mindig is volt, ő csak felfedezte, hogy ezzel lehet dolgozni. És rájött arra, hogy sokszor az adott trauma nem található meg a mi élettörténetünkben, viszont a felmenőinknek az életében igen. És ugye az epigenetikai tudománya foglalkozik ezzel, hogy most már megállapították, hogy valójában a DNS-ünkre, a DNS kódjainkra milyen nagy hatással vagyunk. És ugyanúgy, ahogy a betegségeket tovább tudjuk örökíteni, amit amúgy felül lehet írni, de ugyanúgy a traumákat is tovább tudjuk örökíteni. És amúgy ezt egy, azt hiszem 2013-ban adták ki az első olyan folyóiratot, ami erről szól volt, hogy patkányokkal kísérleteztek, hogy ilyen, nem emlékszem pontosan milyen illatú, ilyen gyömbéres illatú permettel meglocsolták őket, utána elektromos sok érte őket, és ez a trauma, ez megfigyelhető volt utána a gyerekeinél, és az ő gyerekeinél is a kis patkányoknál, hogy ugyanúgy, ahogy ez a permet megjelent, beszimatolták, ugyanúgy az agyi elváltozás beindult, hogy stresszhormonokat kezdett el a szervezetük termelni lényegében, és amúgy ez egy nagyon érdekes téma szerintem. Nem tudom most egyetemen ezt mennyire mennek mélyen bele, mert én nem jártam, meg szerintem folyton változik, én úgy gondolom, hogy mit tanítanak, hiszen egyre jobban fedezzük fel az embernek a működését, de röviden tömören igen, a családállítás erről szól. Bocsánat, Magyarországon azért a Virág Teréző egy igazi kaliber volt a pszichológiában, és nekem volt szerencsém még nála végezni a gyakorlatokat, ezek már történelmi idők, de ő kezdett foglalkozni a posztgenerációs traumákkal, mégpedig a holokauszt túlélők családjaiban, ahol az történt, hogy adott esetben azok, akik túlélték a holokausztot, és kikeresztelkedtek, és a nevüket is megváltoztatták, érdekes módon tipikusan a harmadik generációban bejelentkeztek ugyanazok a pszichoszomatikus megbetegedések, és akkor így honnan, miért? És akkor derül ki ez az egész, amiről Júlia beszél, és hát ha Bruce Lipton nevét csak megemlítjük az epigenetikában, gyakorlatilag ez a változás a DNS-be a traumák hatására, ez egy vadonatúj tudás, hát hogyha történelmi folyamatokat nézzük. Elkezdtél mondani egy példát, még mielőtt a családállításba belementünk, hogy jött hozzá. Igen, hogy visszatérve a tudatalatti dolgokhoz. Szóval hozzám jött egy olyan kislány, 17 éves volt, aki már volt pszichológusnál, szexuálpszichológusnál, és megállapították róla, hogy aszexuális. Ez az én magán véleményem, én ezekben nem hiszek. Minden ilyen dolognál, és itt jön a beskatujázás, hogy akkor most
aszexuális, biszexuális, és tudom, ez most egy sok embert mélyen éri, mert ez most ez egy központi téma a mai világunkban. Viszont ennél a kislánynál is kiderült az, hogy valójában azért utasítja ennyire a szexualitást, mert kijött transzgeneráción keresztül az, hogy az egyik felmenőjét megerőszakolták, nem kívánt terhesség, terhesség megszakítás, és a tudatalattiába, és ez nagyon jó kérdés, hogy vajon kinél, mitől, miért pont annál a gyermeknél aktiválódik ez a trauma, hogy utána hatással van az életére, a viselkedésére. Kiderült, hogy hatalmas, én ezt fájdalomtestnek hívom, ez egy akkora dugót képzett az ő szexualitására, hogy nem mert vele szembenézni. És ahogy ez oldásra került, egy év alatt olyan gyönyörűen kinyílt ez a lány, hogy most már megmeri élni magát. Viszont, hogyha elintézzük annyival, hogy aszexuális, jó, hát akkor az vagyok, akkor nem biztos, hogy ez valaha kiderült volna. Úgyhogy szerintem ezért nagyon érdekes téma ez, hogy honnan közelítjük meg, mert azért általában minden viselkedés minta mögött lehet találni valamolyan dolgot, amin érdemes dolgozni. Azért azt a pszichológusok védelmébe hadd tegyem hozzá, mert ez fontos. Hogy az igaz, hogy van jó pszichológus és nem annyira jó pszichológus, és az is igaz, hogy a képzéseknek a milyensége különböző. De egyrészt én azt tapasztaltam, hát közel, illetve több mint 30 évet tanítottam egyetemeken, ezen belül az ELTE-n és pszichológiát 10-akárhány évig. És nagyon különböző a képzésbe becsatlakozó embereknek a motivációja, a minősége. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy képzést ki milyen nyitottsággal, attitűddel, kíváncsisággal csinál végig. Mert hogyha a hallgatóban az van, hogy ő mindenből szeretne tudni valamennyit, és utána megy, és szeretném hangsúlyozni, hogyha keresi a mestert, tehát, hogy találja meg azt a szemét, akivel egymásra hangolódnak, és akitől tényleg tud tanulni, akkor belőle lehet egy jó szakember. Még mindig azt mondom, hogy lehet. Tehát, hogy a másik a képzések kapcsán már említetted, hogy nekem meggyőződésem az, hogyha valakinek lesz egy alapdiplomája, attól még csak éppen elindult a szakmában. Tehát, hogy utána következnek a különböző típusú ráképzések, szakképzések, tehát én is vagyok gyerekklinikus szakpszichológus, felnőtt klinikus szakpszichológus, aztán igazságügyi szakértő pszichológus is, de tanultam különböző terápiákat, a művészetterápiától, de ez magától értetődő, ez nem attól függ, hogy valaki zseniális vagy tehetséges, hanem az esetek, a szakma teszi fel a kérdéseket. És akkor keresem, hogy hol tudnám erre a választ megszerezni. És hogy pont ezért van, hogy ráébredek adott esetben, hogy de jó, hogy egy coachhoz oda tudom küldeni. És erre az aszexuális kérdésre kitérve, én személy szerint kifejezetten tartózkodom a diagnózisoktól. Én azt gondolom, hogy a diagnózis a pszichiáternek a dolga, ő egy BNO kódot ad rá, és F43-20 alkalmazkodási problémák, és akkor ezzel kórházi lapon, ambuláns lapon ezzel lehet valamit kezdeni, és esetleg gyógyszert fölírni rá. Nem dolga a pszichológusnak, a klinikusnak se, küldje el egy pszichiáterhez, és akkor ő dolgozzon a diagnózissal. Isten őriz, hogy valakit címkézzek, hiszen az a címke csak elmélyíti a traumáját. Tehát, hogy itt kezdődnek azok a keretezések szakmán belül, amik elriasztanak, vagy közelebb hoznak valakit. Beszéltünk arról, hogy az alapképzések után azért általában, aki tényleg érdekel és szívből csinálja ezt a szakmát, az tovább képzi magát, vagy elmegy különféle egyéb képzésekre. Ez mennyire van meg a mai fiatalokban, vagy a mai szakemberekben? Ezt hogy látjátok? Vagy hogy megfogják, hogy megvan a diplomám, akkor most már dolgozom. Vagy megvan a coachpapírom, és dolgozom. Szerintem ez megint nagyon egyénfüggő, hogyha csak magamról tudok nyilatkozni ebben a témában. Én nagyon sokat tanultam a coach képzésen kívül. Rengeteg képzést elvégeztem amúgy mellette, és pont az említett pszichológus hölgytől, akinél megtaláltam a közös összhangot, és amúgy nála kezdtem a családállítással is megismerkedni, mert ő nyitott az ilyen jellegű dolgokra. Tőle rengeteget tanultam. És volt az a válaszpontom, hogy ő megkérdezte, hogy
megkérdeztem tőle, hogy szerintem menjek-e egyetemre. Akkor már egy éve így tanulgattunk hétvégenként, és mondta, hogy ne. Szerinte azt mondta, hogy annyi tudást magamra szedtem, és látja, hogy mit tudok, meg ahogy amit ki tudott hozni belőlem meg, hogy tényleg minden, utána mentem mindennek, utána olvastam, hogy így. Szóval most azt mondjuk, hogy az egyetem kiváltható tudással, hogy te a könyveket nem váltható ki, mert én nem vagyok pszichológus, szóval én sosem nyilatkoztam úgy, meg nem is címkézem így magam, hogy pszichológus vagyok. Ha valaki azt szeretne, hogy pszichológusnak hívják, akkor menjen el egyetemre, szóval ez nem lehet így mondani, hogy kiváltható-e. Én úgy gondolom, hogy amit én tudok, az viszont nem biztos, hogy egy egyetemen sokkal többet tudnának hozzám tenni. Ha viszont látok egy olyan előadást, vagy egy olyan mestert, akitől tanulhatok, vagy éppen tényleg az érdeklődési körömet épp megragadja valami, vagy egy új kutatás, akkor én annak utána megyek. Szóval én fejleszteni szeretném önmagamat, és minél többet tanulni. Ezt szerintem egyetem nélkül is meg lehet tenni. Én azt gondolom, hogy ez itt teljesen elfogadható, amennyiben valaki integráns személyiség, és annak hirdeti magát, ami. És ugyanúgy bosszantó egy alaposan képzett és nyitott a további képzésekre coach számára, amikor valaki 3 hétvégi tanfolyam után önmagát life coachnak nevezi, és általában pont azok lépnek fel ezzel a hamis magabiztonsággal, meg mindenféle címekkel, akik ezzel kell takargassák a képzettségi hiányosságaikat. Tehát, hogy nem mondja valaki azt, hogy ő pszichológus, de adott esetben mond valami, én nem is értem, hogy miről szól tanácsadó, vagy konzultáció, életmód tanácsadó, ez például ez az egyik kedvencem, a nagymamám is az volt, pedig szegény parasztasszony volt 8 osztályjal, ha így veszem, mert hát ő adott mindenkinek tanácsot. Tehát, hogy hol kezdődik az, amikor valaki szakember, vagy csak van véleménye. Na, mert a vélemény az elég veszélyes. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki segítséget kér, akkor az az ő felelőssége, hogy kérjen referenciát, vagy nézzen utána, hogy kihez megy el, és hogy az egyáltalán nem gond, hogyha nem találta meg az első alkalommal a hangot, nincs ez az egymásra hangolódás, menjen tovább. Hogy lehet érzékelni vagy tapasztalni ezt az egymásra hangolódást? Mondjuk első alkalommal lehet stresszes vagyok, és emiatt nem tudok erre koncentrálni. Hogy ez miben mutatkozik meg, hogy én nem a megfelelő szakembernél vagyok? Nem is ő kell rám hangolódjon, hanem én rá. Tehát, hogy ez az a szabadság, amivel bent tudok lenni, hogy szabad vagyok abban a tekintetben, hogy lássam őt. Hogy igazán lássam őt, hogy fogadjam el. Ad mondjak erre egy példát. A legtöbb pszichológus azért nem annyira komfortos számára, hogyha kamaszokkal dolgozik. Oh. Mert a kamaszok az egy nehéz terep. És gyakran előfordul, hogy a szülő kér időpontot a kamasz számára, és akkor megérkezik egy ilyen lógoruhájó, mindenféle piercingekkel ellátott kamasz, aki utálja a helyzetet. Miért hozták ide, mit akarnak vele, legyünk már túl rajta, az anyját is utálja, az apját is, engem pláne, hát mit akarok vele. És akkor, amikor végre kimennek a szülők, akkor így elkezdem szeretni abba a pillanatban ezt a morcos kis sündisznót, aki, és hogy számomra egy öröm, ahogy így kezdem nyitogatni, figyelek rá, és hogy megtörténik a varázslat. És én ezt ahányszor életemben átéltem, ez a jó pár évtized munka alatt, annyiszor lettem boldog tőle, hogy de jó. De persze nem csak kamaszoknál van, hanem azt gondolom, hogy ez a szakembernek a dolga, nem diagnózist kell adjon, nem semmiképpen nem ítélkeznie kell, vagy megmondani, hogy miben jó a másik, miben nem, hanem megteremteni ezt a hidat egymás között. Előfordulhat olyan szituáció, amikor mondjuk tegyük fel egy jó szakember nem tud együttműködni egy klienssel. Tehát valahogy nincs meg az, hogy közösen együtt tudnak dolgozni, és akkor a szakember úgy dönt, hogy akkor ők nem tudnak tovább dolgozni, és elküldi máshoz. Ez egy létező dolog? Röviden mondom csak, tehát én úgy gondolom, hogy ne üljünk már magas trónszéken. Tehát a szakember is mindig benne van a terápiában, és
én végig tanulok mindenféle folyamatba. A dolog velem is történik. Saját magamra is rá kell nézzek, a saját szupervájzorommal is beszélnem kell, hogy hol van az, ahol túlságosan bevonódtam, hol miért zavar engem a kliensem viselkedésébe az, ami zavar. Tehát, hogy nem kívül vagyok, hanem belül vagyok, aztán kilépek, megnézem kívülről. Kint, bent, kint, bent, ez a játék, és ezt valamikor nagyon jól megtanították a mestereim. De ezzel együtt van olyan, akivel van egy akadály. És hozzáteszem, szerintem az nagyon nagy dolog, és nagyon tiszteletre méltó, hogyha valaki ezt az akadályt felismeri. És ettől is nagyon jó szakember valaki, hogy azt tudja mondani, hogy valamiért nem. Lehet meg se tudja fogalmazni, hogy miért, de hogyha a szakember azt érzi, hogy valami frusztrálja ott belül az adott emberrel kapcsolatban, aki segítségért jött hozzá, akkor merje megmondani, hogy ne haragudj, de nem tudok veled dolgozni, és ha tud valakit ajánlani maga helyett, akkor ajánl neki valakit. Mondhatok példát? Tehát persze, adott mondhatom. Esetben előfordulhat az is, hogy valakinek a családjában, mondjuk egy pszichológusnak a családjában van egy aktuális trauma, például egy halálos megbetegedés, őt ez érzelmileg érinti. Dolgozni tud, viszont hogyha egy ugyanilyen kliense, paciense jön, akkor én azt gondolom, hogy ez annyira mély munka a pszichológusnak, hogy tudjon viszonyulni ehhez a beteg emberhez, hogy akkor az a jobb, ha az ember keres egy másik szakembert, tehát a paciens egy másik pszichológust keres magának, mert akkor sokkal többet dolgozik a pszichológus magán, mint a kliensén. Én személy szerint azt hiszem, hogy bizonyos patológiás kórképekkel tudok nehezen dolgozni, és van valami, amit kimerek mondani, de megfoghatatlan, a gonoszsághoz nem tudok közel menni. Tehát, hogy háromszor, négyszer találkoztam ilyennel összesen a szakmai életemben, amikor egy olyan negatív energiát éreztem a másik emberben, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy ez nem az én emberem. Nem tudok közel menni, tehát nem is tudok vele dolgozni. De veled volt ilyen? Volt, igen. És elmeséled a... Már nem muszáj, hogyha nem akarod. Elmesem, az a helyzet, hogy én amikor elkezdtem dolgozni, akkor nem tudom, engem nagyon támogattak felülről, én ajánlás útján kezdtem el az egészet 5 évvel ezelőtt. Bocsi, támogattak magamat. Felülről? Ezt hogy érted? Én hiszek abban, hogy minden embernek megvan a sorsuta, meg a feladata. És hogyha valamiben jó vagy, vagy valamihez van érzéked, akkor az könnyedén megy. Én azért sem tartanék attól, hogy túl sok coach lesz, mert hogyha valaki nem jó a szakmában, és elvégzett egy hétvégat valamit, de amúgy nem is érdekli, csak most épp divat, igen, coachnak lenni, igen, akkor miért jönnének hozzá emberek? Szóval szerintem nagyon sokan azért leszűrik az, hogy nincs mögötte tudás. És visszatérve, volt olyan, hogy úgy ajánlottak, hogy kisgyermeket. És volt olyan kisgyermek, mivel nem vagyok pszichológus, mondtam, hogy én ezzel nem foglalkoztatok, és ajánlottam egy gyermekpszichológust. Viszont azért történt ez, mert mivel annyira coachként vagyok feltüntetve a honlapomon, de mivel családállítóként is dolgozom, meg amúgy asztrológusként, meg amúgy kineziológiát is végeztem, és belenyúlok olyan dolgokba, ami már nem egy coachnak a szerepe, ezért sok ember annyira nincs tisztában, hogy akkor én most valójában mit csinálok, csak annyira jó sikereket érek el velük, és ajánlják össze-vissza, hogy így megkérdezik, hogy jó, mi vagyok, és ők nem tudnak rá válaszolni, mert ők sose kérdezték meg, csak ajánlottak engem nekik, hogy már volt, hogy akkor le kellett fektetnem, hogy jó, én 5-6 évesekkel nem foglalkozom, mert ez nem esik bele abba a körbe, és akkor kellett ajánlanom valakit. Akkor utána olvastam a pszichológusnak és a coachnak, és kicsit jobban belástam magamat a témában, az egyik legnagyobb különbség a kezelések hossza volt. Ugye nyilvánvalóan a coachnál az egy 7-8 ülés, a pszichológusnál pedig évek, sőt van, hogy évtizedek is lehetnek. És bennem egyből felmerült a kérdés, hogy nem alakulhat-e ki a pszichológus és a páciens között egyfajta függőségi viszony? De dehogy nem.
Hát dehogy ne. De itt is. Hát tudunk egymásról. Van olyan kliens, aki több év után újra visszatér. Ismertem akkor, amikor egyedülálló volt, és egyetemista, és aztán ismerem, amikor három gyereke van. Hát az ember elég hosszú ideig él, sok minden történik vele. De egy folyamaton belül is kialakulhat ez a fajta függőség. És hát pont ez a szupervízió, ami ebbe segít, illetve ez egy szakmai kérdés, hogy mikor érzem azt meg, hogy elkezdem leválasztani. Ugyanúgy, mint a szocializációban, amikor a szülő el kell engedje a gyereknek a kezét, és hadd járjon egyedül, még akkor is, hogyha fenékre esik, de majd segítek neki néha, de hogy elengedni, és valamikor ki kell lökni a fészekből, de ez egy siker, ez mindig egy siker. Akkor ezt is végül is a szakembernek kell éreznie, hogy mikor van az, amikor már el kell engednie. Igen, magának a terápiának van egy dinamikája, tehát van, amikor az a természetes, hogy ő távolodik, de ez legtöbbször azt jelenti, hogy nehéz mélyebbre menni, és aztán ezen a fázison, ha túl vagyunk, akkor jön egy újabb közeledő szakasz. De azért hadd mondjam, hogy vannak most már rövid terápiák is, tehát hogy nem érdemes misztifikálni a pszichológiát, az, hogy mindig sok-sok évig tartó közös munka, mert hogy vannak fókuszterápiák, ami csak néhány alkalom, a kognitív terápiák, a gondolati, a megértésen alapuló viselkedés centrikus terápiák, ezek sokkal rövidebbek, sőt, van ilyen, ami egy alkalmas pszichológus konzultáció, tehát hogy én is, ahogy dolgozom, van, akivel dolgozom egy pár hónapig, fél évig, de ezt nem tudom előre, és ezért nem tudok olyan szerződést kötni, mint egy coach, hogy akkor ez 5 vagy 8 alkalom. Júlia, neked volt már olyan, hogy tovább tartott egy klienseddel a terápia, mint ahogy először terveztétek? A coach terápia nem, viszont családállításra például azért van, hogy gyakrabban visszajönnek. Szóval hozzáteszem, hogy a coach az nagyon azért keretek között dolgozik. Szóval ott megvan, hogy első ülésen mit csinálsz, második ülésen, harmadik, negyedik, ötödik ülésen, ami szerintem nem mindig működik. Mármint most ezt, hogy érted, hogy nem mindig úgy, működik. Hogy nekem számtalanszor volt az, hogy oké, megvan, hogy mit kell csinálni második ülésen, de nagyon sokszor volt olyan, hogy annyira más helyzetből jött az ügyfelem, hogy annyira más fele kellett mennünk vele, mert most arra volt épp szüksége. És ilyen téren, ha keretek közé akartam volna szorítani, megáll például a folyamat. De itt megint bejön a felelősség, hogy mennyi van benned. Én azért merek ilyenkor váltani és másfelé elindulni, mert rengeteget tanultam. És egy olyan coach, aki most elvégez hétvége alatt egy tanfolyamot, az nem biztos, hogy jó, ha ilyet csinál, mert akkor lehet felborul az egész, és egy káosz lesz az egészből. Júlia, te sosem kérdőjelezted meg azt, amit tanulsz, meg amiket hallasz? Ó, dehogy nem. És hogy győzted meg magadat? Hogy jó? Én mindig, amikor tanultam valamit, nagyon sok oldalról igyekeztem megközelíteni. Szóval én úgy gondolom, hogy minden dolgot, amit valaha felfedeztünk, most így az emberiségre gondolok, az tart egy adott ponton, és holnap megint egy új nap jön, még több mindent tudunk. Most ez akár pszichológiából, akár a tudományt nézzük, és szerintem nagyon fontos a nyitottság, mert az emberek szerintem félnek attól, hogy tanultak valamit, kialakult egy adott hitrendszerük, és megint a hitrendszer az egy nagyon érdekes téma. És nagyon sokan ragaszkodnak ahhoz, amit tanultak mondjuk 30 évvel ezelőtt, mert úgy élték az elmúlt 30 évüket, és nem mernek váltani, mert hogy ők ebben hisznek, és akkor mi van, ha meg kell kérdőjelezni még azt a témát is, MS-t is, stb., és nem mernek esetleg új felé nyitni. És úgy gondolom, hogy pont ezért nagyon fontos megkérdőjelezni néha bizonyos dolgokat. És itt kicsit megint bejön a szív. Hogy ugye már ezt is tudományosan bebizonyították, hogy a szívünk sokkal előbb reagál a zsigeri reakció, mint az agyunk. És sajnos a mai világ ezt az ösztönösséget, ezt nagyon próbálja belőlünk kiirtani. Pedig ez egy nagyon jó dolog, mert csomó mindent ösztönösen érzünk, hogy mi a jó és mi nem. És szerintem ezt külön kéne amúgy tanítani egyetemeken is, hogy az ember hogyan tudja ezt magába, hát nem tudom,
aktiválni, visszahangolódni rá, mert tényleg vannak olyan dolgok, amiket meg lehet érezni, hogy az igaz vagy nem igaz. Ez lehet furán hangzik annak, aki még ilyet sosem élt át, de ha az ember elkezdi mondjuk az önfejlesztést, elkezd mondjuk akár meditálni, akkor rá fog jönni arra, hogy sokkal több minden van bennünk, és sokkal több mindent tudunk, mint amit eddig hittünk. És vannak olyan dolgok, én ezeket bölcsességnek hívom, amik bennünk vannak, nem pedig kívül. És ez megint nagyon sok embernek fura lesz, hogy jó, de ha valamit nem tanultam meg kívülről, azt honnan tudnám. Igen, de mi van akkor, hogyha nem csak a traumákat örökítjük tovább, hanem a tudást is? És ez biztos. Ez biztos. Nekem a transzgenerációs traumákkal pont ez a problémám. Így egy könyv megszületett végül is, amit összeírtam a tavaly, és ez volt az egyik, hogy miért nem beszélünk arról, amit az előző generációnkból jót hoztunk. Ha belefér még egy példa, hogy nekem a nagyanyám, én Székelyföldről származom, nagyon későn derült ki, hogy szóval a nagyanyám nem mondta el, hogy a dédanyám az látóasszony volt. Mit ért a látóasszonyat? Hát ezt nehéz definiálni. A nagyanyám ezt úgy mesélte el, hogy gyakorlatilag, ha eltűnt egy ember a faluból, akkor elmentek a dédanyámhoz, és megkérdezték, hogy hol keressék. És emlékszem, itt Budapestről a Néprajzi Múzeumnak egy kutatója jött a nagyanyámhoz erről így kutatás témában, és az is megkérdezte, hogy akkor kávéból, vagy tenyérből, vagy nem, és a nagyanyám ilyen sértetten nézett rá, és azt mondta, hogy nem, hát látta, és hogy el tudta mondani, hogy mit tudom, azt a fiatalembert megölték, és melyik dűlőbe, hegyoldalba, körülbelül hol keresik, mert ott van elásva. És hogy így jöttek messzi földről emberek hozzá. Én bevallom, én ezt még nem értem, de elfogadom. Tehát ez az a nyitottság. És hogy néha arra gondolok, hogy talán nem véletlen, hogy akkor én meg pszichológus lettem. Tehát, hogy valami csak előmászott onnan. Az apám tanító volt, a nagyanyám meg hát bölcsember, nagyjából így ez volt a folyamat. Tehát, hogy nem értünk mindent, de van egy hozott anyag, egy tudás anyag, egy érzékenység anyag, és a szívvel kapcsolatosan meg annyit, hogy milyen érdekes, hogy a népművészetben, a textilművészetben, a népi ábrázolásban, a népzenében a szívnek milyen kiemelt szerepe van. Nem a koponyát rajzolták oda, vagy festették le, vagy hímezték ki, és nem arról énekelnek, hanem arról, hogy mi van a szívemben. És itt csak ezt most kezdjük megérteni. Hát jó, mi minden lehet, tehát, hogy így... Milyen jó, hogy ezt a szív témát így felhoztátok, mert a mai 21. században az ember inkább az egójával, meg a fejével gondolkodik, és a szív hangját ugye egyre inkább elnyomja magában. Kimondtad szerintem Hajnak a kulcs fogalmat, kulcs szót, ez pedig ugye az elfogadás, hogy nagyon sok mindent ugye nem értünk az életben, és igazából ott nincs mit tenni, csak elfogadni, hogy ez van, és hogy ez ilyen. Igen, meg szerintem nem is várhatjuk el a másiktól, hogy azt lássa vagy érzékelje, mint mi. Mert annyira egyediek vagyunk, és örülök, hogy behoztad ezt a látó megfogalmazást, mert amúgy a családállítást is sokan nem értik, hogy történnek ott a dolgok, és amúgy tudományosan még nem is tudják pontosan megmagyarázni. Szerintem már tudják, csak nem akarják, hogy az emberek tudják. De lényegében ott a morfogenetikus mezővel dolgozik az ember, a kollektív tudattal. Azért azt már kimondhatjuk, hogy minden rezgésből áll, és ez tudományosan bizonyított tény. A gondolatainknak is megvan az adott rezgés tartománya. És minden, ez nagyon érdekes, hiába a múltban történt, minden információ ebbe a kollektív tudatba megtalálható. Egy családállítás során ezzel dolgozik az ember, ezekkel az energiákkal. És tőlem is gyakran kérdezik, hogy jó, de milyen, mondjam el. Mondom, gyere egyszer segítőnek. A segítő azt jelenti, hogy ő nem hoz traumát, hanem csak részt vesz a csoportos állításban. És tapasztald meg, nézd meg, hogy milyen. Mert ez például pont egy olyan dolog, amit az ember tapasztalat útján tud megérteni. És szerintem egy csomó ilyen finom dolog van még, amit aggyal nem tudunk felfogni, mert buták vagyunk hozzá, hanem tapasztalat alapján, meg szív alapján fogja az ember megérteni. És ugyanúgy ott van
Említetted a nagymamád? A dédanyám volt a látó. Mi van, ha tényleg látott dolgokat? És nyilván legtöbb ember lehülyézi, bolond, stb. Jó, de ha nem, ha lát tényleg, most a munkámra visszacsatolnava, azért is én is érzékelem, mi van a másikkal, mert érzékelem, le tudom hívni az információt, hogy a trauma hol keletkezett. Ezt nem fogom tudni tudományosan, hogy bebizonyítani. És azzal sincs baj, ha valaki még ehhez ragaszkodik, hogy oké, de én olvastam a könyvbe, és ennek így kell lennie. Mert ő még itt tart, és hangsúlyozom, nem jobb vagy rosszabb az egyik, más minőségben éli az életét. És az elfogadás az egy hatalmas dolog szerintem, ha erre valaki képes. És ennek a feltétele az elcsendesedés, tehát, hogy ez a kettő, azt hiszem, ami nagyon ritka a mai környezetünkben. Ebben a folyamatosan hangos, igen, és nyűsgő, igen, világban nehéz is. Igen, tapasztalataitok alapján az emberek mennyire nyitottak az ilyesfajta témákra? Én úgy gondolom, egyre jobban, azért azt látszik, hogy olyan egy generációs különbség, bocsánat, hogy behozom. És nyilván én az én korosztályomon látom, hogy egyre nyitottabbak amúgy. Viszont itt bejön a, most ugye megint divat a spiritualitás. Én úgy gondolom, hogy ennek is megvannak az árnyoldalai, és nagyon sokszor nagyon mély, sötét lyukba tereli az embert, és vigyázni kell mindig azzal, ami épp divat. Szóval azt általában mindig kiforgatják, mindig nem úgy közlik, ahogy az valójában tisztán működne, és itt jön be az, hogyha az ember lecsendesedik, elkezdi a szívét használni, talán meg tudja érezni, hogy melyik az igaz út számára, és melyik csak egy újabb megvezetés, mert sajnos ilyen sok van a mai világban. Tudással lehet élni, meg visszaélni, és azok, akik visszaélnek, akár egy nagyobb mennyiségű tudással, azokkal nagyon sokat tudnak ártani. Az öncélú munka, akár a pénzért, akár a hiúságért, az egóért, az árt. És én abba bízom, hogyha valaki egy ilyen embertől kér segítséget, akit valójában tekinthetünk sarlatánnak, hozzá nem értő személynek, bárhogy is hirdeti magát, akár te említetted az energiával való gyógyítást, hatalmas károkat lehet okozni, amikor egy embernek az energia mezejébe belenyúlnak. Tehát, hogy azokat az embereket kell kerülni, akik valaminek okán visszaélnek a tudásukkal. Mindig voltak és mindig lesznek. Ez egy veszélyes szakma ebből a szempontból. Ezeket valahogy meg lehet szűrni? Mint én kis naív segítőhöz elmegyek valakihez, hogyan tudom eldönteni, hogy ki a jó segítő és ki az, aki pedig nem, aki visszaél a hatalmával? Én egyszerű dolgokba bízom, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki jobban érzi magát a találkozás után, mint előtte, akkor belül van ez az érzése, hogy valami jó kezdődött el az életében, akkor ez már egy jó indítás. Utána meg, hát a vezető elv mégiscsak a szeretet energia. A kapcsolatokban, a önépítésemben, önmagam elfogadásában, és ebben a folyamatban, hogyha ő szeretetben halad előre, és nem eltávolodik például a kapcsolataitól, a szeretet a jó kapcsolatoktól, hanem úgy tud változtatni rajta, hogy ezek a kötések jobban működjenek. Ez is egy útbaigazító, hogy jó felé megy. Akkor, amikor elkezdődik egy rombolás az ő személye által, ott rengeteg figyelmeztető jel van. De ehhez is kell egy tudatosság, hogy felismerje az ember ezeket a romboló jeleket. Tehát benne lehet akkor az a pakliban, hogy mondjuk én egóból fölírom, hogy de nekem jól kell lennem, mert végül is szakembernél voltam. Szerintem sajnos abszolút van arra példa, hogy emberek olyan segítőnél ragadnak, akik valójában nem segítenek. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan dolog, amiből az ember ne tudna tanulni. Szóval, ha elkerül egy kevésbé jó segítő, az, aki tényleg visszaél a hatalmával egy rombolóhoz, végső soron abból is ki tudom úgy jól jönni. Valamiért oda került, valamiért nem vette észre. Az, hogy majd hogyan fog visszanézni rá 5, 10, 15, 20 év múlva,
azt majd meglátjuk. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogyha valaki van olyan bátor, hogy elmegy segítőhöz, legyen bármilyen segítő, és esetleg csalódik, akkor ne menjen el a kedve, mert lehet, hogy épp egy rombolóba ütközött bele, nyugodtan menjen tovább, próbáljon ki mást, vagy más módszert. Mert én még ezt szoktam észrevenni, hogy gyakran megy el a kedvük, miután találkoznak egy olyan emberrel, aki mondjuk egy sarlatán, és akkor jósol nekik, vagy mit tudom én, és nem jön be az, amit jósoltak neki. És akkor például az egész segítő szakmát, vagy az egész spiritualitást elutasítja, mert rengeteg az ilyen, hanem lássa az, hogy igen, most egy ilyen bebotlottam bele, milyen jó, már felismerem, hogy van ilyen, majd ha találkozok egy jó segítővel, akkor már érezni fogom a különbséget. Egy példa talán segít a megvilágításban, most gondolkodtam, hogy lehet ezt konkretizálni. Pszichológusként, akár csoportmunkában, akár személyes munkában gyakran fölmerül az én határok kérdése. Tehát, hogy valakinek mennyire permeabilisak, mennyire átjárhatóak az én határai, vagy mennyire tudja megtartani azt, hogy mit enged be és mit utasít el. És gyakran a pszichológussal való munkának az egyik célja az, hogy megerősíteni az én határokat, kvázi, hogy ne tudják kihasználni, és állandóan használni. De ez egy jó segítő munka, itt is lehet a környezettől egy olyan visszajelzés, hogy ó, te most milyen lettél, hogy már pszichológushoz jársz, már így nem jössz el, ha nem tudom, miben segíteni, vagy kimaradsz ebből a buliból, vagy megváltoztál. Hát persze, teljesen jó megváltozott. De viszont, mert hogy ez a munkának az egyik része. Viszont, hogyha az történik, hogy ennek a segítő munkának bárkivel is legyen, a következménye az, hogy eltávolodik a szeretet kapcsolataitól, és nem érzi jól magát ebben az egész környezetben, és egy adott esetben az izoláció az olyan szintű, ami már önmagára, saját személyiségére káros, és akár olyan viselkedés tüneteket produkál, ami már anomál viselkedés, abban az esetben hát nem jó segítőnél van. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, sajnos ennyi fért a mai adásunkban. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. A viszontlátásra!